Én jelen pillanatban már nyugdíjas vagyok, 1994 óta vagyok képviselő, tehát a polgármester úr van csak régebb óta. Én vagyok a másik ilyen legöregebb képviselő, aki most már lassan 20. éve van. 4 cikloson keresztül voltam a Közoktatási és Művelődési Bizottságnak az elnöke, jelenleg a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak vagyok az elnöke. 1979 óta élek Budaörsön. Most már a szóbeszéd szerint nem számítok gyűjtmentnek, tehát már letelt ez a bizonyos 30 esztendő. Azóta egyfolytában lakótelepem. Van 2 gyerekem, 2 unokám, és élem a nyugdíjasok életét, valamint a az önkormányzatnál tevékenykedek, valamint a BTG Felügyelő Bizottságának vagyok a tagja, illetve hát hosszú éveken keresztül Budaörsi Sportklubnál asztali tenisz szakosztálynak voltam a vezetője. A választókerületem a lakótelepnek az alsó része, ez a délnyugati rész, amelyik gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a Szivárvány utcától lefele a buszvégállomás fele. Valamikor a lakótelepen 4 képviselőkörzet volt, most jelenleg 2 van. Ugye ez azért lényeges, mert a lakótelepen élőknek a problémái egy kicsit mások, mint óvárosban élők problémái. Úgyhogy itt a legnagyobb probléma, és akkor most egy picit beleszaladok a elmúlt 4 évben, ugye a legnagyobb probléma volt ez a bizonyos panelprogram, amellyel, ahogy számolgattunk, körülbelül egy 35-40%-ot lehet megtakarítani. Ez úgy tűnik, hogy most már a vége fele közeledik az egész lakótelepre. Az én választókerületemen belül már 2 éve megvalósult. Összesen a lakótelepen 3 ház van, akinél még nem volt ez a panelprogram. És úgy tudom, hogy ott 2 most nyert, mert újraindult az országos pályázat. 2 nyert, tehát ott 1 ház marad. Gyakorlatilag 99% akkor felújított gépészetileg, tehát hőtechnikailag, ablakok cseréje és a maga falszigetelés. A másik ugye, ami itt a lakótelepen egy másik olyan jellegű probléma, az a parkoknak a rendben tartása, a járdáknak a rendben tartása. Valamint nekem volt egy ígéretem, amit még nem tudtam beváltani, ez a buszvégállomásnak a rendbetétele. Hát én úgy gondolom, hogyha valaki kimegy ma buszvégállomásra, akkor azt mondja, hogy ez azért nem Budaörs, ez méltó. Annyit el tudok már mondani, hogy készülnek a tervek, tehát valószínűleg a jövő év folyamán el tudjuk kezdeni egy új, kicsit szebb és jobb olyan buszvégállomást, ami azért úgy gondolom, hogy ennek a városnak is egy olyan pontja lesz, ahol lesznek kis beülőhelyek, tehát lehet ülni egy kávéra, lehet venni egy kiflit, nyilvános helyiség, váróterem, tehát nem kell az embereknek ott kint üldögélni a esőbe, hóba, vagy esetleg a nap. Van még egy fájó pont, amit még nem tudtam szintén a választókerületében belül megcsinálni. Ez úgynevezett nyugati övároknak a befedése. Ugye ez főleg nyáron érdekes a szúnyogok miatt. Itt is készülnek már a tervek, tehát valószínű, hogy ez sikerülni fog. Az idén elindultak a járdák felújításai, tehát régi, ócska járdákat cseréljük díszburkolatra,
ez folyamatosan megy, körülbelül jövő év közepére be fog fejeződni annak az alsó résznek. Hogy például nem sikerült megcsinálni egy városközpontot, tehát ennek a városnak nincs egy városközpontja. És az biztos, hogy lesz, aki beindulatot fog kiváltani, de egy megnyert pályázatot kellett lemondanunk. Azért, mert két lakó ezt nagyon sérelmezte, aztán az egyik képviselő társunk ugye odaállt a tiltakozók élére, és hát azért azt pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor van az, hogy azt sem tudják emberek, mit írnak alá. És ebben nem akarok senkit megbántani, de nem olvassák el. És akkor lett belőle egy tiltakozás. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen, nagyon jó tervek voltak. Ez nagyon szépen meg lehetett volna csinálni, tehát az Icsi Major fele lefele. Magát az Icsi Majort is ugye évek óta azt mondjuk, hogy fel kéne rendesen újítani. Ugye most már a posta épület is a miénk, hiszen a OTP azt hiszem a mai napok is költözött már. Tehát az is a város tulajdonába került, a régi posta épület. Az is nyilván valamilyen kulturális célra fogjuk használni. Tehát lehetett volna egy olyan városmagot kialakítani, hol vannak is sétáló utca, beülő, tehát ez nekem nagyon nagy szívfájdalom, hogy ezt megakadályozták. Nem mondom az egyesület nevét, hogy melyik állt az élére, nem tudom, Isten igazából nem is értem. Tehát ha valahol nyer egy város közel 600 vagy 615 millió forintot, és ahhoz neki csak 300-at kell tenni, én szerintem nem egy olyan rossz üzlet. Most csak azért is mondom, mert ha valaki elmegy Tatára és megnézi, hogy ott a ugyanilyen régi városmagból milyen szép kis zegzugos utcák és éttermek beülők lettek, akkor nekem ezért egy kicsit fáj a szívem. Ha úgy gondolja az egyesület, hogy szükség van rám, akkor indulni fogok. Ha úgy, hogy nem, akkor nem fogok, mert azért azt tudomásul veszem, hogy mindenhol fiatalítani kell. Tehát nyilván előbb-utóbb az embernek át kell adni a helyét a fiataloknak, de ha úgy gondolja az egyesület és az egyesület tagsága, akkor még egy ciklust vállalnék. Annál többet biztosan nem. Tehát ezt most ünnepélyesen kijelentem, hogy annál többet biztosan nem. Mert úgy gondolom, akkor ennyi idő ebből is elég volt. A városközpontért továbbra is kiállok teljes mellszélessége, ugye most van elben egy másik fajta terv, de hát Isten igazából ez az előbbi, ez jobb lett volna, ez sem lesz rossz, ha megvalósul. Másik terv, ami mindenképpen egy szintén egy városközpontnak a kialakítására, egy kicsit följebb a templom tér és környékén, de hát ez azért valamennyivel kisebb volumenű, bár ekkor is ki tudna alakulni egy városközpont, mert az a baj, hogy nekünk Istenigrában nincs egy főterünk, egy városközpontunk, és nincsenek olyan közösségi terek, ahol ugye le lehet ülni. Hát a templom téren igen van a szertár, az egyik képviselőtársunknak volt tényleg egy jó ötlete, hogy ez maradjon meg. Elég népszerű, én úgy tudom, mert én magam ritkán járok, de így hallom a fiatalok részéről, és hát mindenképpen valami közösségi tereket kell kitalálni a fiataloknak, mert úgy Isten igazából, megmondom, nincs lehetőség a fiataloknak, mert nagyon sokan bejárnak Pestre, ezzel kapcsolatban már is kerestek, hogy hát jó lenne, ha itt is valami kicsit megmozdulna, nem tudom. Ebben mindenképpen azt hiszem, hogy előre kell lépnünk. Annyival talán jobb a helyzetünk, mint az előző ciklusokban volt, hogy a mostani képviselőtestületen belül azért vannak dolgok, amiket lehet egyeztetni. Sajnálom, hogy ezt az előző városközpontot nem sikerült. Akkor ugyanilyen kérdés, ugye a piac kérdése, láthatólag van rá igény, azt is meg kell oldani. Én magam továbbra se fogom támogatni a CBH előtti piacot, mert az szerintem nem odavaló, meg kell találni a megfelelő helyet, és akkor nekünk a piac ellen semmi kifogás, vagy legyen termelői piac.
a másik a közbiztonság, bár ez most már kísérleti jelleggel 13 vagy 15 kamerával elindult, tehát most már a köztereket azért megpróbáljuk figyelni. Rendőrsége évek óta van együttműködésünk, tehát egy-két rendőr az a szabad idejében, amit a város finanszíroz, azért folyamatosan megtalálható itt a, úgy a lakótelepen, ott is látom őket nagyon sokszor, és de itt a városban is. Az úgy nagyjából egyébként elmondható, hogy örvendetes, hogy a bűncselekmények száma azért csökkent. Ugye nálunk egy picit mindig magas, mert két nagy bevásárlóközpontunk is van, és hát az ottani zseblopások azok kicsit megemelik mindig ezt a statisztikát, de mondjuk azokat leveszem benne, akkor én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, egy biztonságos település, Dőrs. Tehát nem, nincsenek annyi betörés, életelni bűncselekmény, talán nem is volt a tavalyi évben, most nem emlékszem pontosan, de aztán nem volt, nem olyan régen kaptam statisztikát, mert hogy a közbiztonság és a bizottsághoz tartozik. És hát azon kívül mindenképpen jól lenne tovább szépíteni a várost. Tehát ugye azért most is kaptunk egy külön díjat a Virágos Magyarországért, de hát ezt még lehetne az egy picit fokozni, bár jelen pillanatban azt megmondani, hogy milyen lesz a jövő évi költségvetés, azt szerintem még ember nem tudja. Tehát egy picit ebben csúszásban vagyunk. Valamint ugye szintén meg kell tartani azt a színvonalat a oktatásba, amit eddig elért Budaörs. Mert én emlékszem, ugye 94-kor, hogy 94-t, hogy honnan indultunk, és azt látom, hogy hol tartunk. Ugye a épületek fenntartása az maradt az önkormányzat kezelésében, ezt mi vállaltuk. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt ugyanazon a színvonalon meg kell tartani. Ugye itt épül most a főúton egy új óvoda, illetve a Kossuth-Lajos utca felüli oldalát elked, és rövidesen a Farkasréti úton is egy pályázat formájában el fog indulni egy három tanuló csoportos vadonatúj óvoda. Mert annak ellenére, hogy állítólag a statisztikák szerint fogyunk, én úgy gondolom, hogy Budaörsön nem, tehát itt egyre több gyerek van, hál' a jó Istennek, úgyhogy bölcsődére, óvodára, iskolára bizony nekünk szükségünk van, de én úgy gondolom, hogy ezt miután bevállaltuk, meg is fogjuk csinálni, és nagyon remélem, hogy a következő képviselőtestület is bármilyen összetételű lesz, ezt az utat azért tovább fogja járni. Hát ez a belváros kérdése mindenképpen, akkor előbb-utóbb, ha tetszik, ha nem, meg kell alkotni egy parkolási rendeletet. Ezt tudom, hogy nem nagyon, ez nagyon sok embernek nem tetszik, de néha már tényleg nem lehet megállni. Tehát az ember bejön kocsival valamiért vásárolni, most akár gondolok a piacra, vagy bármi másra, vagy CBA. Még a CBA-nak van parkolója, bár hozzáteszem, hogy az is tömve van. De nagyon sokan leteszik ugye itt a kocsit. Tehát akik jönnek más településekről, akik leteszik a kocsit, főszállnak a 40-es buszra és bemennek. Szó volt arról is, hogy ugye ezek a elővárosi vasutak, én megmondom őszintén, én nem hiszek benne. Tehát Budaörsön annyira kiesik a vasútállomás, hogy oda eljutatni az embereket, az szerintem elég nehézkes lenne. Nem azért, mert nem lehet éppen oda buszjárat járatni, mert jár, hiszen most is jár ez a kis busz, és ezt az idén még ugye gyakorlatilag ingyen járatjuk, tehát úgy értve ingyen, hogy nem kell rajta fizetni, tehát a Budaörség ezt ingyen használhatják, mi egyébként fizetünk, az önkormányzat fizet a vállalkozónak. De én nem hiszek abba, hogy oda át lehetne szoktatni az embereket. Most azt nem tudom, hogy mennyiben fog majd megváltozni az utazási szokások, ha majd egyszer ez a metró elindul, és akkor én hallottam ilyet, és ilyen 40-es busz majd esetleg oda fog járni a Kelenföldhöz. Nem tudom. A legjobb az lett volna, hogy ez a metró kijön a Virágpiacig, és akkor
nagyjából megoldódott volna a dolog, ami lehet, hogy nem elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb megvalósul. Hát most pár pillanat biztos, hogy nem, mert a végállomás ott van a Keremföldnél. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És akkor ezeket, amiről beszéltem, ilyen közösségi tereknek a létrehozása, nagyon fontos lenne a művelési háznak a rendbehozása. Elég rossz állapotban van már, nem tudom ki mennyire ismeri, én tudom, mert ma akkor Budaörsön laktam, hogy itt ezt a honvédség építette ilyen hihetetlen sebességgel. Szerintem az pontosan tömbő az alapjai elég gyengék, tehát aztán szétválasztani a színházat, a már épületszerűen gondolom, szétválasztani a művelési háztól, mert így azért egy picit mindig akadályozták egymást, még szerintem most is. Szóval van itt még tennivaló, azt lenne most jó tudni, hogy a bevételi oldal az hogy fog alakulni. Tehát ugye régen az volt, hogy költségvetési koncepciót kellett készítenünk szeptemberre, októberre. Na most egyáltalán most fog majd a képviselőtestület elé kerülni december 18-án egy koncepció féle. Ezt azért mondtam, ilyen félre, mert van, aki biztosan megró érte, de hát úgy Isten igazából tényleg senki nem tudja, hogy pontosan mi azok, amik itt maradnak. Tehát mi az, amivel gazdálkodhat majd Budaörs. Tehát akkor tudjuk majd Isten igazából meglátni, hogy milyen nagy terveket lehet itt ugye megint elkezdeni. Hát ennyi körülbelül, amik így ugye kevésnek tűnnek, de ezek azért pénzben és anyagilag ezek elég húzós összegek. De hát én úgy gondolom, hogy a következő ciklusban ezeket mindenképpen meg kell oldani. Nekem minden megkeresés komoly. Tehát én tényleg komolyan veszem. Tehát a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig nem volt semmi érdekes köztet. Tehát most lehet, hogy csak nekem nem érdekes, mert annyi mindennel találkoztam, de tényleg nem voltak ilyen extra dolgok, amik hát most el tudnék mondani, de én minden megkeresést egyformán veszek. Tehát ha valaki a legegyszerűbb dolognál kéri, az ugyannyira fontos nekem, mint egy nagyobb értékű esetleg beruházásnál. Az egy érdekes dolog, hogy ugye az ember valamit megcsinál, akkor aztán találkozik emberekkel, akik azt mondják, hogy igen, ez szép volt. Aztán van, aki azt mondja, hogy ezt meg minek csináltátok. De hát nem vagyunk egyformák, tehát én úgy gondolom, hogy annak ellenére, ha van egy ilyen jellegű koncepció, akkor azt mindenképpen végig kell csinálni. Most ezt nem véletlenül mondom, mert most megépültek, mondom, a járdák, ott pláne az alsó részen, abban a parkban, ami szerintem, amikor rendesen ugye nyár van, Budaörs egyik legszebb része. Volt, aki azt mondta, hogy köszönjük, és volt, aki azt mondta, hogy erre meg fölösleges volt pénzt költeni. Tehát azért mondom, hogy nehéz ebbe igazságot tenni. Mindenkinek más a problémája, ami neki a legfontosabb. Azt sokszor persze összekeverik az emberek, hogy mi az, ami egy önkormányzati képviselő segíteni tud, és mi az, ami egyébként az ő dolguk, hát ők is gondolk a társasházaknál, hogy néha előfordulnak problémák, és akkor azt hiszik, hogy ez nekem, mint képviselőnek esetleg valami közön van, ott ez egy abszolút társasházi vagy közgyűlési belügy, tehát nem nagyon tudok benne segíteni. Ami szintén egy ilyen aktuális probléma, ez a bizonyos kutyafuttató kérdése. Ez egy olyan jellegű probléma, amire ma már azt mondom, hogy majdnem megoldhatatlan. Mert hát ugye van kutyás és van nem kutyás. A lényeg az, hogy ez így biztosan nem maradhat, mert az én azt mondom, hogy vannak felelőtlen szülők.
És ha már az előbb nem tudtam mondani egy érdekeset, akkor az egy-egy érdekeset most mondok, csak úgy jellemző, tehát a dologra, amikor az egyik játszótérnél, mert most egyébként a játszóterek nagy része be van kerítve, tehát és kitéve tábla, hogy kutyát nem. Éppen ballaktam arrafele, jöttek szülők és mondták, hogy szóljon már a hölgynek, mert hogy benn van a két gyerekével és a kutyájával. És akkor illedelmesen oda mentem, hogy ne haragudjon, de hát a kutya is itt a homokba, a gyerekek, és akkor azt mondta a hölgy, hogy de otthon is a gyerekekkel van, mondtam, az oké, csak ez nem a lakása. Tehát itt még 15-en szeretnének bejönni, akik nem szeretnének a kutyával egy homokba ugrabugrálni, ami esetleg még mást is csinál a homokba, tehát ez például volt egy ilyen eset, amikor nagyon csúnyán legorombított a hölgy, hogy vegyem tudomásul, hogy az ő gyerekei otthon is a saját kutyájukkal vannak, mondom, ez tökéletesen tudomásul veszem, csak meg ön azt vegye tudomásul, hogy ez egy játszótér, ahol még 15-en szeretnének bejönni, de nem jönnek be, mert ott van a kutya. Nagyon remélem, hogy az idén eljutunk odáig, hogy lesz egy úgynevezett hulladékudvarunk, aminek ugye az a lényege, hogy ha valakinek otthon keletkezik hulladéka, most nem a mindennapi egyszerű háztartási szemétre gondolok, hanem mondjuk egy ilyen asztalka, amivel nem tud mit kezdeni, akkor beteszi a kocsijába, kigurul, és ott átveszik tőle. Tehát magyarán nem arról szól a történet, hogy fölhívnak néha a telefonon, hogy bíró úr, itt a sarkon van egy reklamévitesse már, legyen szíves, mert valaki dobta. Ez ugye bagatell problémának tűnik, de egyébként belegondolva, mit csinál? Tényleg mit csináljon vele? Tehát a lakótelepi lakások nem akkorák, hogy majd elsúvasztom a padláson, vagy elsúvasztom a pincében, hiszen van valami pince sincs, főleg a 10 emeleteseknél. De hát ha valaki tényleg vesz egy új bútort, nem tud vele mit kezdeni. Csak valahogy nagyon drága pénzére elszállítja. Na most itt gondolkoztunk még olyan variációban is, hogy esetleg még nem is neki kéne szállítani, csak be kéne jelenteni, és akkor a BTG kijön érte és elviszi. De mindenképpen ez egy környezetbarátabb megoldás, mint hogy kidobom a sarokra. Ugye. És a másik, hogy a műszaki cikkeket is ki szokták helyenként szórni, pedig hát ott azért most már illene tudni, hogy minden egyes műszaki cikket vissza kell, hogy vegyen az, aki műszaki cikket árul. Tehát ha valaki vesz egy új televíziót, akkor nyugodtan bevieti a régit, és akkor ott kutya kötelesség az illetőnek ugye átvenni bármelyik áruháznak. Rá ugyanez igaz egyébként a környezetre is, tehát ugye szervezünk itt környezet napokat, ahol rengeteg szemét összegyűlik. Hála a jó Istennek, hogy azért mindig kevesebb, tehát itt a környező erdőkre és természetvédelmi területekre gondolok, az egyre kevesebb, mint régen, tehát talán egy picit már környezettudatosabbak az emberek, bár ezt azt szoktam mondani, hogy valahol 8-10 éves korba kell elkezdeni erre rá nevelni az embereket, ez a gyerekeket, és aztán egy után meg fogja tanulni, hogy nem szórja szét, hiszen a lajtán túl is az a divat, hogy nem szórja szét, vagy Svédországban, ahol ha valaki elmegy kirándulni, akkor visz magával egy szemetest, és a cuccot oda rakja. Ez egy érdekes dolog, nekem a hobbim akkor a horgászat, tehát én sokat járok horgászni. Hát néha némelyik tónak a partján egy-egy horgászhely, hát azzal kezdem, hogy fél óráig takarítom. És akkor nem értem a dolgot, tehát hogy ugye én is dohányzom, én is használok mindenféle etetőanyagot, zacskót, stb. Na de viszek magammal egy ilyen kis kék műanyag zacskót, aztán a végén beleteszem, összehúzom, és utána hazahozom, és itt kerül a szemétbe. Tehát, hogy azt miért kell ott szertesre dobálni a kukoricacsutkától kezdve a sörös üvegig, a bánat tudja még, nem tudom. De helyenként meg kell, hogy mondjam, a tógazdákat sem értem, mert én mielőtt kijön az illető, én megnézném mindig a helyet, hogy hagyta ott, és amelyik úgy annak azt mondanám, hogy köszönöm, de legközelebb már ne jöjjön ide. De hát nem biztos, hogy mindig büntetéssel lehet elérni a célt, de mindenképpen valahogy
rá kell szoktatni az embereket, hogy az utca az nem személygyűjtő, és az árok sem azért van, hogy mindent beleszórjunk, és amikor ugye jön az eső, akkor az első kérdés az, hogy hát miért nem pucolta ki a BTG? Hát, uram, bocsánat, ki lehet menni egy lapáttal is, és ki lehet beleszedni a földet meg a szemetet. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek egy picit hozzá kéne tenni.